Ezek azok a kérdések, amiket az elmúlt időszakban egyébként rendre föltettünk a magyar kormánynak azóta, hogy 2014. januárjában szégyenletes módon Moszkvában aláírták az Orbán-Putyin paktumot, és ezek azok a kérdések, amikre normális, minden igényt kielégítő választ egyáltalán nem tudtunk kapni a magyar kormány részéről. Ebben a minisztériumban van a pincében az a titokszoba, ahol nekem lehetőségem volt azt a 11 000 oldalba betekinteni, ami angol nyelven tartalmazza azt az EPC szerződést, amit mindenki más elől szigorúan titokban tartanak, és ami ennek az egész beruházásnak igazából a lényegét tartalmazza. Én azt gondolom, hogy ennek az anyagnak a legnagyobb része nyilvános kellene, hogy legyen. Mi ezt a sötét korszakot le akarjuk zárni, tiszta vizet akarunk tölteni a pohárba. Addig, amíg a magyar kormány ezt a 100 kérdést meg nem válaszolja, addig felszólítjuk, hogy egy fillért ne fizessen ki a paksi bővítéssel kapcsolatban, fejezze be az összes olyan tevékenységet, ami arra irányul, hogy itt új blokkokat létesítsenek Magyarországon az emberek megkerülésével, legyen olyan bátor és írja ki a népszavazást, akár saját hatáskörben, vagy pedig fogadják el a lelépés a politikának a népszavazási kérdéseit. A magyar embereknek joga van megismerni pro és kontra az érveket, és nem ahhoz van joga a magyar kormánynak, hogy agymosást hajtson végre a magyar társadalomban az atomenergiával kapcsolatban, sőt ez az, amihez nincsen joga. A magyar kormánynak kötelessége lefolytatni azt a társadalmi vitát, amivel most már kormányok óta adósak a mindenkori kormányok a magyar állampolgárok részére. Itt van ez a 100 kérdés, egy tapottat se Paks 2-vel kapcsolatban egészen addig, amíg ezt a 100 kérdést meg nem válaszolták. Ha nem tudnak akár a 100-ból egyre tisztességes választ adni, a paksi bővítést haladéktalanul a mai napon le kell állítani. Nem voltak hajlandók átvenni a minisztériumban a kérdéseket, gondoskodunk akkor róla, hogy miniszter úr más módon kapja meg ezt a 100 kérdést. Remélem kiteszi az irodájában, és eszébe jut, hogyha ránéz, hogy vannak bizonyos kötelességei a magyar emberekkel kapcsolatban.